Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drug Reporter Café. Ezt a beszélgetést még októberben rögzítettük Siófokon, a Magyar Addiktológiai Társaság kongresszusán. Olá Péterrel, a Megálló Csoport Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettem arról, hogy miként vált érintetként segítővé, és hogyan próbálja támogatni a függőséggel való küzdelemben a társadalom margóján élő embereket. Beszélj egy pár szót magadról, hogy, hogy, hogy a te személyes utadról. 2003 március 7-én mentem le Komlóra terápiába. Egyébként előtte, előtte egy olyan kb. masszív 10 év heroin fogyasztás volt, aminek így a mondjuk 8, abban 8 év intravénes használat. De ugye az egész, hát drogkarrier, nem szeretem ezt mondani drogkarrier, de mondjuk a droghasználat ez egy olyan 15 év volt, tehát a, a kanabisz az végig meg volt, de, de mondjuk a szakmailag kéne nézzem, akkor mondjuk azt mondanám, hogy heroin ki voltam. De, azt hiszem, hogy az pontosabb megfogalmazás, hogy politoxikomán. Tehát azt hiszem, hogy nincs olyan szer, ami akkor felelhető volt, amikor én használtam, amit mondjuk ne injektáltam volna magamba, akár alkohol, vagy bármiféle gyógyszer, vagy amit, amit lehetett. De de a fővonal azért az ópiátok voltak. Ö, először egyébként ellátásba, vagy hát ellátásba, ez kicsit erős. A 90-es évek elején, 94-ben voltam a faházban, nyírőben még. Akkor kerültem először oda, hogy első betegek közt voltam a Karolina úton, amikor ott volt a drogambulancia. Meg utána a tűcserékben is, akár a Hollánban. Ö, nagyon sok kórházban voltam, ugye főleg pszichiátriákon, mert akkor nem, nem volt még ilyen addiktológiai kezelés, ugye a kettő együtt volt. De ugye ugyanem meg igazán használt, és akkor már így, így tulajdonképpen ilyen végstádiumban mondanám, hogy ilyen nagyon költői módon kerültem be a megállóba, de ez nem igaz hanem egész egyszerűen azért, mert tél volt, nem volt hova mennem, mert egy nőnél laktam, de napközben nem lehettem ott. És akkor az egyik barátom mondta, hogy ott lehet el lenni napközben, és akkor bementem oda. És talán azért nagyon fontos az, hogy így a megálló az életemben, életem részében, mert ott láttam először olyan embert, embereket, akik, akiket tudtam régen, hogy használtak, és nem haltak bele. Mert én eddig addig azt láttam, hogy akikkel én együtt használtam, hogy valaki vagy használ, vagy meghalt. És akkor egyébként el is fogadtam azt, hogy, hogy akkor én ebbe bele fogok halni, mert hogy más utat nem láttam. És akkor ott volt az első ilyen megélésem, hogy hú, ebbe lehet, hogy nem kell meghaljak. És akkor elkezdtem oda járni, kötődni, és akkor az akkori ottani segítők mondták azt, hogy, hogy az szuper, hogy ott oda járok, de hogy, hogy így javasolnák nekem, hogy menjek el Komlóra. És akkor előtte egyébként ugye már sokkal előtte szóba jött az, hogy el kéne menni egy terápiára, egy benlelkeses terápiára, de én akkor mindig azt mondtam, hogy egy évet az életemből. De hát akkor inkább azt gondolom, már ilyen napjaim voltak, úgyhogy azt mondtam, hogy hát végül is az se rossz, hogy élek még egy élet, évet, és akkor azt a rehabon az is oké. Okay. És úgy így mentem el Komlóra, Úgyhogy lassan ez már húsz éve volt. És akkor így végigjártam ezt a terápiás folyamatot, egy évet voltam Komlón, utána laktam 14 hónapot félutasba, akkor még Pesten volt Komlónak a félutasa, de mindig megmaradt a kapcsolat így a megállóhoz, meg akkor a megálló üzemeltette ugye ezt a félutas lakást Pesten, és akkor először máshol dolgoztam, de az akkori vezetője a megállók megkérdezte, hogy hogy szeretnék, -e, szeretnék -e a megállóba dolgozni, mint segítő. És akkor ennek egyébként nagyon megörültem, és uh, volt bennem ez a visszaadás érzése, és, uh, és akkor elkezdtem dolgozni ott uh, a megállóban, most már 16 éve, 16, nem, vagy itt keverem ezeket már, de hogy jó régen, mint segítő. És akkor azt gondolom, hogy úgy, mint akkor tudsz jó étterem igazgató lenni, hogyha mosogat, megnézed azt, hogy hogy kell mosogatni, meg voltál -e szakács, meg minden. És akkor így mindent csináltam, meg ott nem is nagyon volt, még így, így klasszikusan szétosztva, meg nem voltak ilyen, hogy, hogy ellátások, hanem így, így volt egy terápiás közösség, és akkor segítőként azonosítottam magam, és egyébként a mai napig azt gondolom, hogy, hogy bármiféle titulusom van, vagy beosztásom, vagy, vagy, vagy olyan, ami fontos lehet, az identitásom azért az az, hogy, hogy segítőként azonosítom magam, leginkább, hogyha egy a, a szakma felől kell jöjjek. Ma talán még három mondat, hogy, hogy és akkor egy idő után elkezdődött a, a, az érdeklődésem így kinyílni más irányba is. Dolgoztam a javítóintézetben, tartottam csoportokat a Szőlő utcában, vagy ugye amióta megindult a, a Nyírőben az addiktológia, a Zsolt volt a régen a, a megállóban a, a pszichiáter, még a kezdeteknél, amikor kellett, ugye intézményesült a megálló, és akkor a Zsolt így a kezdeteknél hívott, hogy, hogy akkor tartsak ott csoportot. És hogy egyébként nagyon fontos már számomra, mert, mert azóta dolgozom ott, mint külsős, és az is már lassan tíz éve van. Illetve egy idő után jött olyan lehetőség, hogy mondjuk gyerekotthonban, most dolgozom gyerekotthonba is, vagy, vagy egy ilyen megkeresés által szegregátumban is. Ezen a konferencián is tök sok szó esik arról, hogy a korai gyermekkori traumák, azok milyen nagy szerepet játszanak abban, hogy az embernek felnőtt korában milyen szerhasználati problémái lesznek, vagy fiatalként, hogy ezt te hogy látod így a saját életedből, meg hát rengeteg fiatallal találkozol még most is. Ezt te tapasztalod? Mind a két oldalról, tehát a saját életemből is azt, azt gondolom, hogy hozom. Tehát ugye nagyon sokat tanultam, akár itt a konferencián is azért szerettem, hogy nagyon sokat tanulok, és nem olyan nagyon régen tudtam akár magamnak is megfogalmazni, hogy mi az a, az a konkrét sérülés, amit hoztam gyerekkoromból, ami, ami mondjuk nagyon sokszor visszaköszönt a használatomba. Vagy mint érzésként jött föl, és arra nagyon jó volt használni. Ezt nem annyira régóta tudtam nagyon konkrétan megfogalmazni magamnak. És igen, azt látom, hogy, hogy hozzuk ugye a mintáinkat, az végig elkísér. És uh, akár a gyerek otthonban, vagy akár a szegregátumban, uh, szerintem abszolút tetten érhető. Az, főleg ez a fiatalkori, gyerekkori, traumák, sérülések, az mindig-mindig visszaköszönt, hogy ugye a megállóban is a, a fő profil azért a, a fiatal szerhasználók, vagy viselkedési zavarok, vagy addikcióval küzdők, és e, e, ugye a csoportterápia az, ami, amiben én nagyon hiszek, és ott azért mindig előjön. Tehát az, az, az mindig egy tapintható dolog, hogy igen, én hoztam valamit, és azt, azt szeretném valahogy megdolgozni, feldolgozni, vagy ez rá az én megoldásom, a válaszom. Akár a, a használat, vagy bármiféle viselkedési deviancia, vagy bármi. Amivel azt fel tudom dolgozni, vagy meg tudom élni, hogy nekem van egy ilyen sérülésem. Mondod, csoport hogy csoportterápiában hiszel? Vannak olyan emberek, akik ezt nagyon nehezen tudják, hogy így emberek előtt megnyílni, és inkább olyan introvertáltak. Nekik is szerinted ez, ez, jó és működik? Ugye az nagyon nehéz, hogy, hogy, én szocializálódtam egy terápiában, egy terápiás felfogásban, egy terápiás morálban, és, és ott ugye a közösség volt az, ami. És ha azt nézem, hogy mondjuk akár az elmúlt most 25 éves idén a megálló, és annak a 25 éve, mondjuk 22 évét így, így láttam, meg megéltem, meg, meg ugye részesen voltam mind a két oldalon, teljesen más. Tehát a, a kérdésedre a válasz, azt tudom mondani, hogy hogy látom sok olyan terápiásnál, vagy akár kliensemnél, hogy nem működik neki, tehát hogy nem csoportéret. Most a, mostani generációnak sokkal nagy, főleg a fiataloknak például, akikkel ugye sok kapcsolatunk van, érintkezésünk, ők nekik igényük van arra, hogy, hogy, egyéni figyelmet kapjanak, egyéni gondoskodást sokkal jobban meg tudnak nyílni. Az is tény, hogy, hogy egy ilyen kialakult kapcsolat után viszont beintegrálódhatnak a csoportba, és be is lehet őket, mert utána tudják azt hozni. De úgy, mint klasszikusan, ahogy én szocializálódtam abban a terápiás közegben, azt látom, hogy egyre kevesebb embernek működik az, hogy egyből be a, be a csoportba, vagy akár mint a, ugye ezek a Minaszotta modell, meg 12 lépéses önsegítő csoportoknál. Ö, a fiataloknál úgy látom, hogy egyre kevésbé működik. Énként azt hiszem pont komlón van az, hogy, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a, az embereknek a saját testéhez való viszonya, hogy érintés, vagy, hogy, nagyon sok függőnek fóbiája van attól, hogy megérintse másokat, hogy erről tudná egy kicsit beszélni, hogy ez, ez miért van és hogyan? Hát Ugye nagyon érdekes volt Komlon például a, a színház terápia. És e, azt gondolom, hogy, hogy akik így oda kerülnek, vagy akikkel én együtt voltam, az elején nagyon, az egy nagyon nem szeretett dolog, vagy az, hogy, hogy ugye a, a nagyon sok ölelés. A, én, amikor elmentem Komlóra, akkor 68 kiló voltam. A heroin kipotyogtak a fogaim, és bár nem voltam hepás, a májam már annyira rottyom volt, hogy, hogy sárga voltam, és állam, minden második nap megkérdezték, hogy nem vagyok hepás. És tényleg azt gondolom, hogy sokkal közel voltam ahhoz, hogy, hogy meghalljak, mint hogy életben maradjak. Nagyon nem voltam jóba magammal, és nem akartam senkihez se hozzáérni, azt sem akartam, hogy hozzámérjenek, tehát hogy szét voltam szurkálva mindenhol, tele telesérülésekkel. annyira távol voltam saját magamtól is, hogy az, hogy még valaki kapcsolódjon, az, az egy ilyen hidegrázós történet volt. Ugyanakkor tudat meg nagyon vártam arra, hogy tudjak így is kapcsolódni, mert már nagyon régóta nem kapcsoltam senkivel se, se érintése, se közeledése, semmi olyan kapcsolata. Az egy nagyon, nagyon magányos sport. Még akkor is, hogyha együtt használunk, elmegyünk, megvesszük, te megfőzöd a sajátodat, én a sajátomat, vagy megfőzzük együtt, te beszúrod magadnak, én beszúrom magamnak, és utána azt andulunk, te ott, én itt. És ez a maximum kapcsolat. És hogy, tehát, hogy innen jövve oda egy olyan világba, hogy hogy ölelés, meg, meg impúzusok, meg a színházon csuk be a, a, a szemed, és akkor ez a harang, tudod, hogy elkapnak, meg minden. A világon nem bízol senkiben, nem gondolod, hogy el fognak kapni, meg hozzád ér valaki, meg. Szóval azt gondolom, hogy ez a, a olyan, olyan impúzusoknak az adása, amik teljesen tolsz pont az hozott be olyan, olyan dinamikákat akár a felépülésben, amiket előtte elképzelhetetlen volt, de titkos vágyak azért bennem voltak. Nem gondoltam erre, meg nem volt az, hogy, hogy akkor de jó lenne, de vágy szinte mégis így utólag azt gondolom, hogy nagyon fontos volt. És erre a színház egyébként nagyon jó volt. Illetve így a másik oldalról, meg azt gondolom, hogy azért is baromi fontos, mert Rendkívül sok mindent el tudunk mondani, de rendkívül sok mindent meg nem. És ugye ez a nonverbális kommunikáció, ez, ez azért egy zseni, zseni, világ. Hogyha valaki hozzáértő szemmel nézi, akkor az még egy nagyon sokat tud beletenni így a terápiába. Jársz le a csörög, csörögi telepre, szóval itt szegregátum, és ott fiatal szerasználókkal gondolom sokat dolgoztál. Nem csak fiatalokkal. Igen. Erről a munkáról tudnál kicsit beszélni, mi a helyzet ott? 19-ben kerestek meg, hogy, hogy a Mátának egy ilyen programja lesz ott a faluban, és van egy, a Mátának egy ilyen nagyon komplex csomagja, de hogy így a, a, a szerhasználatban ők annyira nincsenek ott, és hogy akkor így mit gondolok, be, be tudnék-e csatlakozni? És akkor mondtam, hogy hát, isten, igazából ilyet még nem csináltam, de, de szeretem így a kihívásokat, és akkor nézzük meg. És akkor így a, valamilyen szinten ott a tervezésben is ö, részt vettem, ami inkább az volt, hogy egy ilyen, egy ilyen állapotfelmérés, vagy hogy, hogy így egy ilyen feltérképezés. És akkor utána megindult a projekt. A, 2020 tavaszán, és ahogy megindult a projekt, jött a Covid. És akkor be is, tehát hogy akkor egy ilyen újra tervezés, akkor mind újratervezés, újra tervezés, újra tervezés, újra tervezés. És utána szerencsére nagy nehezen meg tudott indulni a, 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 munka, de hogy nem nagyon volt egyébként ilyen elképzelés sem nekem, sem meg szerintem akik ott dolgoznak nekik se, hogy ezt hogy tudna megvalósulni. Ugye azt tudták hozni, ami, ami a, azokat a kliséket, amik akár más ilyen mátás programokban vannak, de, hogy, hogy lehet mondjuk megszólítani ezeket a, a, szerhasználó embereket, erre nem nagyon volt nekik így kliséjük, illetve egy elég erős másik oldal, a, az ugye a, a, polgármester, meg a, a, a a település vezetése, akik meg ugye teljesen outsiderként úgy gondolkodtak, hogy hát ezt úgy lehet a legjobban megoldani, hogy ezt felszámolják. De hát egy ilyen szegregátumban ezt így nem lehet felszámolni. Tehát ez a klasszik, hogyha levágjuk az egyik fejét, akkor nő két másik. És akkor, akkor azért ők, ők meghallgatták, hogy én, én mit mondok, vagy én mit gondolok erről és akkor valahol támogatóak is voltak, valahol meg azért haladtak a saját útjukon, és azért csak jöttek ezek a rendőri intézkedések, vagy, vagy felkerültek a szegregátumba a kamerák. Milyen igazi változás egyébként nem állt be, de, de lett, lett egyébként kisebb változás. És akkor azt gondoltam, hogy, hogy én úgy úgy tanultam ezt, meg, meg így azt vettem észre, hogy ez akkor tud megvalósulni, hogyha van valami kontaktunk. És akkor elkezdtem kiárni a, a, a telepre, a szocmunkásokkal, akár a polgármesterrel. Elkezdtem így kapcsolódni hozzájuk. Voltam Mikulás tehát hogy a valami kulás ruhába vittem csomagot, hogy, hogy elkezdődjön egy olyan kontakt, hogy, hogy, ne azt gondolják, hogy én egy nyomozó vagyok, és legyen bizodalmuk felém. Volt egy ilyen nagy gyanakvás? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha ha az van az a szó, hogy drog megjelenik bármilyen szinten is, akkor, akkor azért ott az az, az hogy akkor valamit akarnak, és akkor a, ki akarhat valamit, akkor az a rendőrség, ugye. És így kezdődött el ez a, ez a kapcsolódás tulajdonképpen, és akkor elkezdtem dolgozni egy sráccal, télen, egy ilyen, tényleg így a, a klasszik legalja, egy fűtetlen ház, tehát még KH-se volt, egy szoba volt, ami volt ablak, ott Aludt egy ágy volt bent, és egy hálózsák, és az összes ruhája magán volt. És akkor hát ő egy ilyen klasszik figura volt ott a faluban, akiről mindenki tudta, hogy használ, egyébként akkor használt körülbelül 7 éve különböző dizájnereket. De hát már nagyon, nagyon a végét járt ő is. Már nem döntött dizájnerezni, azt is ritkán, inkább gyógyszer, gyógyszert kapott a testvérétől, és akkor arra, arra ívott, uh, ugye azt a klasszik kannás Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy abszolút uh, normális megélése volt ez, különben nem húztam volna ki a telet, ugye egy ilyen fűtött házba, hogyha minden este nem ütötte volna ki magát egy ilyen kombóval. Akkor ugye mondták, hogy hát, de, de hát hogy hozzam le a piáról, meg a gyógyszerről. tudom, hogy ha lehozom, akkor itt meghal. De, de elkezdtem hozzá járni, és akkor elkezdtünk kapcsolódni egymáshoz. Másképpen mondjuk, mint eddig, ahogy kapcsolódtak az emberek. Mondtam, hogy én nem szeretném, hogy ne így állít meg. meg. Ezeket így átbeszéltük teljesen ö, ö, ilyen érthető módon, ahogy neki is ilyen befogadható volt, de mondtam, hogy hogy egyébként van, van más út, tehát el tudsz, el tudlak juttatni terápiába. És uh, akkor még uh, belekerültem ebbe a, a programba, és akkor elkezdtem leszűrni, akit tudtam egyébként a terepen, és akkor ő is, uh, kide, ő is uh, hepacés volt. Akkor uh, bejutattam uh, a hepacé programba. És akkor közben ugye elindult egy kapcsolat köztünk, egy, egy bizalmi kapcsolat, és elkezdett hozzám úgy kapcsolni, mint előtte más segítőhöz nem. És akkor én azt gondolom egyébként, hogy az nagyon tetszett neki, hogy, hogy én nem vártam azt el, hogy ő ne használjon. Tehát nem mondtam neki, hogy ne használjon, nem mondtam, hogy, 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 fel lehet ebből épülni, vagy abba lehet hagyni ezt a használatot. Az is tény, hogy, hogy azért a hosszú évek alatt, amúgy sem egy túliskolázott fiúról beszélünk, és azért ez a 7 év használat azért hagyott némi, némi foltot azért rajta, és akkor bajba voltam, hogy milyen ellátásba juttassam be, de, de akkor párszor bement a, támozba, a nyírőbe, és akkor ott, ott ajánlották, hogy, hogy akkor talán lehet, hogy Lula neki jó lenne. És ö, ismertem Lulát, vagy hallottam róla, de sose voltam ott. Felhívtam akkor a vezetőt, és ö, mondta, hogy fogadná, szívesen látja. És akkor, ö, akkor ö, megbeszéltem ezt a Rolanddal, nevezzük Rolannak, és ö, volt egy időpont, beültünk a Mátás buszba, és akkor levittem. És egyébként valahol egy csoda hely, mert ö, mert teljesen másképpen működő rehab, mint amit én ismerek. Tehát se nem komló, se nem keresztúr, se nem zsibrik, se nem szénája, tehát hogy ezektől mind nagyon messze van. De egy saját élményű segítő vezeti, aki a hajléktalanságból, hajléktalan szerhasználatból jött, és ő nagyon jól meg tudta szólítani azokat az embereket, akik ott voltak. És ő bár tudom, hogy nincs ilyen, de valahogy egy kicsit olyan volt, mint egy alacsony köszű És hogy az, hogy munkát adott nekik, például a Rolandot volt majdnem egy évig, kifizette a tartozásait, a börtönbüntetéseit, abból, amiben ő ott dolgozott. És egy ilyen hihetetlen karriert írt le. De hát, Vége a és tovább kéne lépni. De hova? Főleg onnan. Ugye nincs félutas lakást, nincsen utógond. És akkor ö, ö, visszajött a faluba. Mondtam neki, hogy lehet, hogy ez nem feltétlen annyira, annyira egy jó döntés, de hát nem nagyon va, volt más választása. Tehát azért minimális pénzt keresett ott, abból meg kifizette ugye azokat a a bíróság mindenféle tartozásait. És becsületére legyen mondva, beleállt a munkába, de, de körülbelül egy olyan két hónap alatt visszarendeződött. És, és akkor most ugyanott tartunk, ahol tulajdonképpen el, elindultunk, de mégsem teljesen, mert, mert most szerdán, amikor voltam nála, és nagyon-nagyon csodáló volt akkor, megbeszéltük, hogy akkor az az egyetlen egy útja, hogy ő visszamegy oda. Tehát, hogy van már egy ilyen terápiás megélése. Ö, nagyon sok tapasztalás ez. Az egyik az az, hogy jöttek úgy emberek, hogy a Rolandnak sikerült akkor engem is el be. Az más kérdés, hogy ki tudott bejutni, vagy ki nem, vagy ki jutott-e egyáltalán oda. A doktor úr, aki kikezelte a fiamat a rákból, tehát jött megint egy olyan kapcsolódás, ami hiába mondta, hogy én nem vagyok doktor, nekik az vagyok, és a, ugye a rák, mert hogy az a legnagyobb betegség, onnantól kezdve megint lett egy olyan, olyan bizalmi kapcsolat más, kap, más használókkal, ami megint tovább vitt, és most meg van megint egy olyan érdekes része, hogy minek menjek el terápiába, hát a Roland is visszaesett. Kint, hogy látod, hogy az, hogy, hogyha egy, egy szárhasználó roma, az, az, jár neki plusz hátrányjal, akár a rendőrséggel való interakcióiban, akár így a egészségügyi ellátórendszerben, tehát hogy látod, hogy mennyire utálják ki, úgymond a romákat, mennyire? Nem szívesen szeretném így megnevesíteni, de igen, abszolút. Tehát, hogy mondjuk ott a, a telepen ö, élő romák, és mondjuk akiket így én valamilyen ellátásba, ö, hát ez nem szép szó, hogy juttattam be, hanem mondjuk hozzásegítettem, azért ők ö, elég sűrűn számoltak be olyan negatív megkülönböztetésről, vagy akár úgy is, hogy nem én, én általam mondjuk. Ö, Ugye nagyon sokszor volt az, hogy mondtam, hogy menjetek el a házi orvosod, és mondták, hogy nem, mert hogy hogy nem. hozzá kell tennem azt is, hogy ugye van egy, van egy hol masszív, hol kevésbé masszív designer használó réteg, de van egy nagyon masszív alkohol, és van egy nagyon masszív alkohol gyógyszer és nagyon, nagyon masszív gyógyszer, tehát például, hogy a nőknél nagyon sokan vannak a gyógyszeren. És hogy gondolom ez a gyógyszer nagyon sokszor betalálták akár a házi orvost, és én is abszolút találkoztam azzal, hogy mondjuk szerettem volna kérni, vagy hozzásegíteni akár a rolandot beutalóhoz, és hogy nem tudtam beszélni a házi orvossal úgy, mint, mint akár Mátás, szociális munkás, vagy bárki a Máta, vagy, vagy olyan ember, aki segíteni szeretne, hanem csak az a asszisztens nőjével tudtam. A rendőrök, ugye, tehát hogy, hogy azért ott a környéken híre van a csörögi, csörögi romáknak. Tehát, hogy innentől kezdve a rendőröknél, hát ez meg, megint egy más, azt hiszem, hogy nem annyira kell ezt ragoznom. De rengeteg változás van, de, de, azért ez egy iszonyat hosszú folyamat. Tehát én azt sose fogom elfelejteni, először hát ilyen környezettanulmányon voltunk kint, és akkor bementünk egy házba, nagy ház voltak, 16-an voltak a házban, 16-an laktak, és abból 10 testvér volt, apuka, anyuka, meg, testvéreknek különböző élettársa, nem tudom. És a, valahogy szóba jött, és a családfő mondta, hogy ő utoljára rendszerváltásnál dolgozott. És akkor végig kellett gondolom, hogy az mikor volt. Tehát, hogy ez a szocializációs folyamat mennyire ö, függ, természetesen összefügg a szerhasználattal, mert amíg ez nem volt, addig meg a, a jó pár kliensemnek a, a felmenői ugye az alkoholba haltak meg, de hogy maga a megoldás, inkább a megoldásban mondom, azok, az meg ugye eddig mindig elmaradt, mint megoldás, mert eddig, ö, tehát hogy tulajdonképpen évek voltak, míg a Mátánál is a, azt megszokták, hogy jön a Málta, akkor az azt jelenti, hogy segítenek. De segítenek, az azt jelenti, adok ruhát, adok tanszert, adok kaját, adok tisztasági ilyenek, tudok telefonálni. Azt, tök, azt gondolom, hogy a mai napig nagyon kevesen tudják azt összerakni, hogy a, tud lenni olyan segítség, hogy valakit akár el tudjon menni egy, egy terápiába, vagy, vagy kapjon egy, egy olyan másfajta skillt, amivel ki tud onnan törni. Köszönöm szépen!